A török ratifikáció után már csak Magyarország blokkolja a svéd NATO csatlakozást. Az MSZP ismét javasolta a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Svédország Finnországgal együtt 2022. májusában adta be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Törökország és Magyarország, bár a NATO csúcson Orbán Viktor is megszavazta, ellenezte a csatlakozást. Finnországot végül tavaly áprilisban felvették a katonai szövetségbe, de a svéd csatlakozás Törökország és Magyarország ellenkezése miatt azóta is várat magára. Tavaly júliusban Orbán Viktor ígérte meg először, hogy nem Magyarország fogja utolsóként jóváhagyni Svédország csatlakozását. A NATO bővülése az Magyarország nemzeti érdeke. Az MSZP frakció vezetője emlékeztetett, tavaly szeptember óta minden parlamenti ülésen kezdeményezték a svéd csatlakozás napirendre vételét, de a kormánypárt ezt mindig elutasította. Most pedig rendkívüli ülést kívánunk összehívni annak érdekében, hogy mind a köztársasági elnök, mind a külügyminiszter tudja teljesíteni az ígéretét, hogy nem Magyarország lesz az utolsó, aki szavaz a svéd NATO csatlakozásról. A DK szerint Svédország NATO csatlakozása Magyarország és az Európai Unió elemi érdeke. Amit az Orbán kormány csinál, az egy olyan visszataszító szégyen, ami szégyenfoltot lemosni évtizedekbe fog kerülni, már akkor is, mikor Orbán Viktornak a nevére sem emlékszik senki ebben az országban. Gulyás Gergely múlt héten arról beszélt, a kormány arra vár, hogy a svédek jelentkezzenek, ha fontos nekik a ratifikáció. Vannak ismert aggályok, ezeket kellene eloszlatni. Bizalom erősítéshez kapcsolat felvételre van szükség. Az ellenzék korábbi külpolitikai vezetője úgy véli, a találkozó egy ürügy a ratifikálásra. Valahogy el kell adni ezt a történetet, hogy történt valami, ami miatt most már lehetséges. És ennek a jegyében hívják meg a svéd miniszterelnököt, nyilván ezzel akarják alátámasztani. De átlátszó a történet, nagyon látszik, hogy miről van szó, hogy valójában a törökökhöz van kötve a ratifikáció, és ezt szeretnék most elfedni ezzel a történettel. Ha Svédország csatlakozási kérelmét jóvá hagyják, az ország várhatóan több száz katonát küldene Lettország Oroszországhoz közeleső részére, hogy megerősítse a NATO ottani jelenlétét.